A 2 évvel ezelőtti hannoveri agritechnika kiállításon mutatták be a nagyközönségnek a szemenkénti gabona vetőgépet. Ez óriási szenzációnak számított akkor. Ez még nálunk is annak számít, de már 2 éve végeztek ezzel kísérleteket, vetési kísérleteket. Hogy haladtok ezzel, Gábor? Így van, a Horssal úgymond a Southern Union egymásra talált, hiszen a technológiai fejlesztésekben érdekeltek vagyunk, és második éve hazánkban már üzemi kísérletekben is próbáljuk a szemenkénti vetés technológiának az előnyeit megtalálni, elsősorban a hibrid kalászosok terén. Ugye a hibrid buzáról azt tudjuk, hogy egyébként is kevesebbet kell belőle vetni, mint a commerce egyéb gabonákból. Így van, és emiatt is figyeltünk fel erre az újításra, innovációra, hiszen az alacsony vetőmagnorma különösen jól illik a szemenkénti vetés technológiához, hiszen a tapasztalatok szerint a 1,5-2 millió vetőmagnorma alatti vetéseknél hasznosítható igazán jól a szemenkénti vetés technológia gabonák esetében. Itt a vetési kísérletekben többféle vetőmag normát állítottatok be. Mekkorák ezek? 3 vetőmagnormával dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy 1 millió maggal, 1,2 millió maggal és 1,5 millió mag per hektáros normával állítjuk be a szemenkénti vetés technológiai kísérleteket, kontrollként pedig egy normál vetés technológiai parcellákat hozunk ugyanezen normákkal létre. El szoktátok mondani mindig a bemutatókon, hogy a hibrid búzánál nagyon fontos az, hogy ősszel oda kell figyelni a gyomosodásra. Különösen azért, mert ugye ritkán van vetve. Az őszi technológiai alapozó műveletek meghatározóak a hibrid búza termesztésben. Itt az őszi növényvédelemnek számos sarokpontját szükséges megemlíteni, így az őszi gyomirtás fontosságát, továbbá a vírusvektorokkal szembeni növényvédelmi beavatkozások létjogosultsága is felmerül. Mik ezek a vírusvektorok? Gabonában elsősorban a gabona kabóca és a gabona levéltető az, melyek vírusvektorként számos évjáratban felléphetnek. Régebbről ismeretesek voltak ezek a vírusvektorok az árpa termesztésben. Ma már viszont a változó környezeti feltételek és az őszi búza termesztésben kialakult változó tényezők miatt önmagában az őszi búzában is számolhatunk a jelenlétükkel. Ez azért is fontos itt a vírusvektorok jelenléte, mert a csávázásban, a vetőmagok csávázásában is sajnos nagyon nagy problémák vannak. Így van, hiszen a legújabb Európai Uniós direktívák szerint ma már szántóföldön nem alkalmazhatunk semmilyen kultúrában rovarölőszeres csávázást. Innentől kezdve a vetőmaggal együtt már nem tudunk a szántóföldre kivinni egy a kezdeti időszakban védelmet jelentő rovarölőszeres csávázást, tehát szükség van minden esetben az őszi állománymustára, lehetőleg a termőterületen, táblaszinten, a vírusvektorok valamilyen szintű szignalizációjára, előrejelzésére, és esetenként pedig rovarölőszeres állománypermetezésre is. Itt a hantosi kísérleti terepen ti végeztek vetési mélység kísérleteket is. Miért fontosak ezek a beállítások? Minden technológiai fejlesztés elsősorban a hibrid búza termesztés technológiájának előremenetelét szolgálja nálunk. A vetésmélység bizonyított tény, hogy kihat a bokrosodó képességre. Az indokolatlanul mély vagy az indokolatlanul sekély vetésekben a növények gyengébben bokrosodnak, tehát sérül az egyedi produkció lehetősége, és hát a hibrid kalászosoknál az egyedi produkció maximalizálására valóban nagy szükségünk van. Ezért vizsgáljuk évről évre azt, hogy a vetésmélység milyen hatást gyakorol az egyes évjáratokban. Milyen mélységeket állítottatok be? A 2,5 centis, 4,5 centis és 6,5 centis vetésmélységgel dolgozunk ilyen nagyüzemi parcellás kísérleteinkben. Na most ugye ez még kísérlet, de te, mint szakember, mit ajánlasz ebből a 3-ból? Azt láthattuk az idei évjáratban, hogy a száraz ősz és az olykor nagyon száraz talajállapotok miatt a
6,5 cm mélyre vetett gabona egy pár nappal korábban kelt. A talajkapillaritás nyomán hamarabb benedvesedett gyakorlatilag a magárok, ezek a magvak hamarabb csirába mentek. Viszont a bokrosodásban látszik, hogy jóval hátrébb vannak a sekélyevetésű búza parcellákhoz képest, hiszen csak néhány szálas bokrosodottság tapasztalható. Ezért azt kell, hogy mondjam, hogy a 4,5 cm-re vetett gabona, ha néhány nappal később is kelt ki, de mégis az egyedi produkció szempontjából egy sokkal bokrosabb növényt mutat, így hát ezt ajánlanám a termelők figyelmébe, hogy hibrid búza és hibrid kalászos termesztés esetén ezt a 4-4,5-3 cm-es vetésmélységet célozzák meg, attól függően, hogy milyenek a talajállapotaik. Az elmúlt évben már beszéltünk arról, hogy mennyire fontos az, hogy megfelelő méretű legyen, megfelelő minőségű legyen az a vetőmag, kalibrált legyen az a vetőmag. Miért fontos ez? Igen, hiszen minden termesztés során a kezdet nagyon fontos. Minél homogénebb, minél egyenletesebb vetőmaggal indítjuk a növényállományunkat, annál jobb, vigorózusabb növényállomány fejlődik, különösen nehéz, száraz körülmények között. Láthatjuk azt, hogy például a méretazonos kalibrált vetőmag használata normál, hagyományos vetéstechnológia mellett is egy sokkal homogénebb, gyorsabb fejlődési ütemű fiatal állományt képes eredményezni, arról nem is beszélve, hogy amennyiben szemenkénti vetéstechnológiát szándékozunk alkalmazni, ott alapvető követelmény a vetőmag oldaláról is az, hogy méretazonos, homogén vetőmaggal dolgozzunk.